Helyükre kerültek a szavazóurnák, és kivezényelték a biztonságiakat is a szavazóhelyiségekhez Tunéziában, úgyhogy előreláthatóan rendben megkezdődhet az elnökválasztás vasárnap. A nyáron elhunyt államfő Bedjikaid Essebsi helyére biztos befutó nincs. Az Európai Unió megfigyelőinek vezetője azt magyarázza, hogy ez nem könnyű időszak ebben a régióban, nagyon sok a feszültség az észak-afrikai országokban és szerte a Közel-Keleten is. Tunézia viszont egy megbízható példa arra, hogy nem lehetetlen összeegyeztetni az iszlámot és a demokráciát, szerinte ezért is kell nagyon vigyázni erre a modellre. A szomszédos Ománban már szombaton leadhatták voksukat a tunéziaiak. A szavazóhelyiséget a nagykövetségen állították fel Maszkatban. Elemzők szerint gyakorlatilag megjósolhatatlan, hogy a 26 jelölt közül kikerül majd az elnöki székbe, de az biztos, hogy az eredmény hatással lesz az október 6-ai parlamenti választásokra. Tunézia az egyetlen olyan arab ország, ahol, ha nehezen is, de megtörtént egyfajta demokratikus fordulat a 2011-es arab tavasz után. Az új alkotmány, amely a nemek egyenjogúságát is hirdeti, példanélküli az arab világban.